azt ígértem, meg fogom mutatni, hogy mit lehet kezdeni a megmaradt húsvéti tojásokkal. Ez lehetne rakott krumpli, vagy kaszinó tojás, vagy Stefánia szelet. De mint a címből már úgyis tudjátok, az én módszerem a savanyítás. Megboldogult tínédzser koromban több amerikai filmben is láttam, hogy a kocsmákban nagy befőttes üvegekben tartják a főtt tojásokat, és ebből falatoznak akár csak úgy, akár sör mellé. Ez rögtön felkeltette az érdeklődésem, és utána néztem, hogy milyen módon lehet ezt elkészíteni. És amint láttam, hogy mennyire egyszerű a recept, rögtön csináltam is pár üveggel. Ehhez nincs szükség másra, mint keményre főtt tojásra. Ebből így húsvét után elég sok áll rendelkezésünkre, főleg ha húsvét hétfőn elég szépen mondtuk a verseket, akkor szinte minden háznál kaptunk egyet. Persze idén egy külső tényező bezavart ebbe a háztól házig járkálásba, de azért biztos akadott van egy-két tojás. Ha pedig esetleg nincs, vagy nem húsvét után vagyunk, akkor főzhetünk is hozzá tojásokat. Én személy szerint nem szeretem, hogyha a tojásnak a sárgája körül egy ilyen zöld réteg van, illetve folytós a sárgája. Ezért kitapasztaltam, hogy a legjobb tojásfőzési módszer az, hogyha hideg vízben tesszük fel a nyers tojásokat, majd a forrástól számított 10 percig főzzük, utána pedig hideg vízbe tesszük őket. Ilyenkor pont megkeményedik a sárgája, de még nem zöldül meg. Kell még néhány befőttes üveg. Ezeket fertőtleníteni úgy a legegyszerűbb, ha negyedéig töltjük vízzel, majd a mikróban 1-2 percig forraljuk benne a vizet. Persze ezt fénypántos csatos üvegekkel annyira nem jó megtenni. Így akinek nincsen mikrohullámú sütője, vagy csatos üvegeket szeretne, az akár egy kotlában is kifőzheti, az is fertőtlenítés. Közben egy lábosba vizet öntök, ez 18 tojáshoz nagyjából fél liter. Ebben megy 2 teáskanál cukor, egy púpos teáskanál só, egy fej vöröshagyma és 1-2 gereszt fokhagyma. Főzni kezdem, eleinte kevergetve, még a cukor el nem olvad. Ha felfort, gyakorlatilag amilyen fűszer az ember kezébe akad, azt mind bele lehet tenni. Én általában néhány babérlevelet és borsot használok. Majd pedig nyakon öntöm még 2 deci ecettel. Ez lehet akár almaecet is. Majd nagyjából 5 percig főzöm. Közben a befőttes üvegekből kiöntöm a benne forralt vizet, és belepakolom a megtisztított főtt tojásokat. Ha színezni szeretnénk a tojásokat, itt még adhatunk hozzá cékladarabokat a piros, vagy körit a sárga színhez. De érdemes lehet más színes zöldségekkel is kísérletezni. Mivel nemrég öntöttük ki a forró vizet, az üvegek még melegek. Így nem fog elpattanni, ha beleöntjük a forró pászlevet, de azért csak lassan töltögessük, szépen elosztva. Ha kicsit elszámoltuk magunkat és nem lepné el a tojásokat, az sem katasztrófa, forralunk még vizet és ki tudjuk egészíteni vele. Ezt követően lezárjuk az üvegeket, majd hagyjuk kihűlni. Ez nagyjából fél napig tart, utána pedig hűtőben tároljuk. Minél tovább áll a lében, annál jobban átjárja és szebb színe lesz. Én nagyjából 2-3 napig szoktam pihentetni fogyasztás előtt. De amúgy főzőműsorhoz híven már korábban készítettem egy üveggel mutatóba a céklás változatból. A külseje már szép piros, és ha félbevágom, látszik, hogy a szín szépen halad a sárgája felé. Viszont ami az ízét illeti, hát én nem vagyok benne biztos, hogy mindenkinek tetszeni fog. Az állaga kicsit keményebb, inkább gumiszerű, az íze pedig ezetesen savanykás, átjárva a fűszerek ízével. Viszont egyszer szerintem mindenképp érdemes kipróbálni, mert úgy 5 emberből 4-nek általában tetszett, akinek mutattam. Ha a tojásokat valamilyen zöldség levével színezzük el, mint például a cékla esetében, akkor a szín egészen be fog hatolni a sárgájáig, és elszínezi az egész fehérjét. Még hogyha mondjuk valamilyen por alapú fűszert használunk hozzá, mint például a köri, akkor csak a külső kérget fogja elszínezni. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Nem kell pánikolni, nem lesz bőlem Benke Laci bácsi, de azért hébe-hóbe becsúszhat egy-két ilyen videó. Ha ezekről nem szeretnétek lemaradni, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és találkozunk legközelebb. Addig is, sziasztok!